A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében már 500 milliárd forintot fordított a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére. Erről beszélt az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert azt mondta, csak adóintézkedésekre több mint 300 milliárd forintot költöttek az elmúlt egy hónapban. Varga Mihály pénzügyminiszter pedig a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában úgy fogalmazott, lesz pénz a költségvetésben a gazdaságvédelmi intézkedésekre. Három hétig kongott az ürességtől az Audi Hungária mindkét gyára Győrben, ugyanis a jármű és a motorgyártó részleg is leállt. A héten viszont a motorgyári részlegen egy hathengeres motorokat összeszerelő sort indítottak újra 100 munkással. A járműgyári osztály pedig a jövő héten venné fel a munkát. A cél, hogy az üzem mind a 12.800 dolgozóját biztonságos körülmények között tudják foglalkoztatni. A kormány azon dolgozik, hogy a válság ellenére a jövőbeli munkahelyek is biztonságban legyenek. A miniszterelnök nevéhez fűződő gazdaságélénkítő intézkedéscsomag az Orbán terv célja, hogy annyi új munkahely jöjjön létre, amennyi a krízis miatt elveszett. Ezért is döntött a kormány arról, hogy egy új beruházás ösztönzési rendszert indít, és létrehozza a különleges gazdasági övezeteket. Magyarországon Gödön jelölték ki az elsőt, ahol a világ egyik legnagyobb elektromos akkumulátorgyárát építi a Samsung. Jövő héten indítjuk azt a beruházás ösztönzési programot, melynek keretében a munkahelyek megvédésére irányuló beruházási érték felével legfeljebb 800 ezer euróval támogatjuk a vállalatokat, írt a szombati Facebook bejegyzésében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a gazdasági kabinet ülése előtt közzétett posztjában hozzátette, a keretösszeg első körben 50 milliárd forint, de a program sikere esetén elindítja a kormány a második kört is. A tárcavezető hangsúlyozta, a kabinet megkezdi a valaha volt legnagyobb magyar gazdaságfejlesztési terv végrehajtását. A koronavírus járvány miatt a kormány a gazdaság védelmére eddig 500 milliárd forintot költött. Hangsúlyozta Izer Norbert a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Az adóügyekért felelős államtitkár hozzátette, a kabinet az elmúlt egy hónapban csak adóintézkedésekre több mint 300 milliárd forintot költött. Ezek közül a legfontosabb intézkedés, hogy a szociális hozzájárulási adónak a kulcsát július 1-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkentjük, tehát 2%-ponttal csökken az adónak a mértéke, ez 160 milliárd forintot fog ott hagyni a közel 300 ezer vállalkozásnál. A másik fontos intézkedés, hogy a kisvállalati adónak, a kivának a kulcsát 2021. január 1-től 1%-ponttal csökkentjük, 12%-ról fog ez az adó 11%-ra csökkenni. Azt mondta, ez a két intézkedés a veszélyhelyzet után is megmarad, hosszú távon segítve a gazdaság kilábalását a válságból. A gazdaságvédelmi intézkedések forrásaira lesz pénz a költségvetésben. Erről beszélt Varga Mihály a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a magyar gazdaság válságállóbb, mint a 2008-as krízis idején volt. Hozzátette, ez ad az országnak védettséget, és teszi lehetővé, hogy a koronavírus járvány miatti sokkot a magyar gazdaság lehetőleg minél kisebb károkkal élje túl. Arról is beszélt, hogy most nem feltétlenül az a cél, hogy a költségvetés olyan feszes legyen, mint a korábbi években. A költségvetésnek ebben a helyzetben szerintem csak törekednie kell arra, hogy a fiskális fegyelmet megőrizzük, de nem szabad vaskalaposan ragaszkodni ahhoz, hogy továbbra is mondjuk 3% alatt tartsuk az államháztartás hiányát. Még egyszer mondom, törekedni kell erre, de ebben a helyzetben a munkahelyek megtartása és a gazdaság újraindítása kell, hogy elsőbséget kapjon. Varga Mihály kiemelte, egyáltalán nem tartja bajnak, ha 3%-nál magasabb lesz idén az államháztartási hiány, ha sikerül megmenteni a vállalkozások működőképességét és a munkahelyeket.